Jó estét kívánok! A középiskolások művészeti vetélkedőjét kereken 45 éve szervezik meg Óbecsén. Múlt szombati műsorunkban televíziós kollégánktól, a KMV megindítójától, Kartag Nándortól hallhattak a kezdetekről. Most viszont főként a jelennel és a közelmúlttal foglalkozunk majd. Stúdió vendégeink olyan jeles szakemberek, elismert művészek lesznek, akik a maguk idejében szintén KMV-sek voltak, és sikerrel szerepeltek a versenyeken velünk. Velünk lesz fellépési sorrendben ifjabb Virág Gábor, Nagy Norbert, Góli Kornélia, Elore Mina, Nyári Antal és Szilágyi Miklós. Első riportunk az idei KMV-n készült. Riporterünk megszólaltatott néhány díjazott középiskolást. Arról is kérdezte őket, hogyan látják a jövőjüket. Lássuk! KMV-ről nagyon jó a véleményem, sőt, kifejezetten KMV párti vagyok. Hát a fiatalságot is így, ahogy látom, hogy fejlődnek, így mindig bíztatom arra, hogy minél többen jelentkeznek, mert nem azért, mert számomra az a fontos, hogy a fesztivál fényét emeljük, hanem az, hogy megismerje egymást a vajdasági ifjúság. Nagyon szeretem a KMV-t, tavaly voltam először, de akkor nagyon megszerettem. Sok emberrel ismerkedünk meg, és sok tapasztalatot szereztetünk. Hogyan szeretnéd tovább ápolni a tehetségedet? Van-e esetleg, szeretnél esetleg színészettel foglalkozni, vagy... Elgondolkodtam rajta, csak kicsit későn kaptam észbe, hogy igazából engem ez érdekel, de mindenképpen egy olyan szakmára szeretnék menni, ahol kell a beszédkészséget fejleszteni és használni. Én rengeteg embert megismertem az évek során itt a KMV-n, és szerintem maga a rendezvény is nagyon összehozza az embereket. Emellett a kultúra szempontjából is szerintem egy nagy lépés ez nekünk. Hogyan szeretnéd tovább ápolni a tehetségedet? Hát én szeretnék színművészeti egyetemre felvételizni. Mentem volna szívesen Újvidékre is, ellenben sajnos nem nyílik rá lehetőségem, mivel ebben az évben nem nyílik prózai színészszak, és ezért megpróbálom Budapesten a színművészeti egyetemet, valamint megpróbálom még a kaposvárit is. Utána majd kiderül. Őszi szellő fújja a leve. Nekem nagy örömöm, hogy itt vagyok a KMV-n, szeretek itt lenni. Szeretem a népdalt, énekelek. Mi a véleményed a KMV-ről? Hát a KMV-ről, hát, hogy szépen meg volt rendezve, minden jó volt, jó telt el, zsűrivel is meg voltam elégedve. Harmadik helyezést kaptam a zsűritől, a közönségnek pedig az első helyezését tudhatom magamével. Hogyan szeretnéd folytatni? És hogyan szeretnéd művelni tovább a tehetségedet? Hát nagyon sokat gondolkoztam a továbbtanulással kapcsolatban, és szóba jött a színészet is, mert ez egy nagyon fontos része az életemnek, de egyelőre még nem tudom, viszont ha az nem jön össze, valamilyen szintén biztos, hogy még folytatni fogom. KMV-n most veszek részt először. De...
AMV-n már jártam régebben is, és akkor is nagyon tetszett, de csak egyszer voltam, és akkor most itt a KMV-n próbálkoztam újra. És nagyon-nagyon tetszett, rengeteg emberrel találkoztam, akiket ismerek, és ez a legjobb az egészben. A tanárnőm ajánlotta legelőször, eljöttem, legelőször nem is volt semmi eredménye, végülis tehát tapasztalatot nyertem, igen, de nagyon megtetszett az egésznek a hangulata, és akkor eldöntöttem, hogy tehát többi évet nem hagyom ki, úgyhogy azóta jövök minden évben, mármint a harmadik alkalommal idén. Gimnáziumba járok, és most nagyon gondolkozok azon, hogy színművészetire menjek tovább, de ezen még úgy gondolkozok az elkövetkező 3 év alatt. Orcsik Roland, ropog a hó. Ropog a hó a talpunk alatt, gondol a testünk szélütötten. Ezelőtt jelentkeztünk, akkor még 2 tagú volt a csapatunk, és azért jelentkeztünk, mert hallottunk róla, hogy van egy ilyen verseny, ahol a verseket ugye meg kell zenésíteni, és érdekesnek tűnt, mert tehát mi már előtte is sokszor fölléptünk együtt, és nagyon szeretünk zenélni, és akkor gondoltuk, hogy miért ne próbálnánk meg, és így indultunk el 3 éve. Mi a véleményetek a KMV-ről, és hogyan szeretnétek tovább folytatni ezt, ha szeretnétek folytatni ezt a pályát? Hát szeretnénk folytatni, csak ugye hát most negyedikesek vagyunk, érettségizők, és valószínű talán nem örökre, remélhetőleg, de egy kis időre biztos külön válnak útjaink, úgyhogy egy kicsit felbomlik a csapat, de majd reméljük, hogy egyszer újra összejövünk, és akkor... Hát, mint középiskolás vetélkedők már nem fogunk tudni föllépni, de azért majd még együtt szeretnénk dolgozni. Harmadik éve veszek részt a szervezésben, illetve előtte 3 évig versenyzőként vettem részt. Verseket írtam, tehát mind a 3 évben, amikor részt vettem. Egyszer nem jutottam tovább, és aztán 2-szer lettem első itt a döntőm. Mindig nagyon jó visszatérni. Tehát a KMV az, én egy nagy KMV rajongó vagyok. Én imádtam itt középiskolásként bulizni azt a 3 napot. Én mindig itt volt, tehát itt aludtam, itt buliztuk végig. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos volt az is, hogy ide eljutottunk, hogy a színpadon vagyunk. De hát az is nagyon fontos. Hozzánk hasonló embereket ismerhettünk meg, akikkel hatalmasokat lehetett beszélgetni, akik hasonszűrűek voltak, mint mi. A KMV-kre azért szerettem mindig visszajárni, és azért szeretek még most is visszajárni, mert ilyenkor ugye meg lehet hallgatni azt, hogy azok, akik hasonlóan gondolkodnak hozzánk, és azok, akik írnak, akik szavalással, irodalommal foglalkoznak vajdaságban középiskolások, hogy ezek egy év alatt
egy év alatt miket hoztak létre végül is. Mindig frissen, mindig újdonságokat hallhat itt az ember, illetve hát részt vehet bennük. Azt mondtad, verseket írtál, és így léptél fel. Folytattad a versírást? Igen, igen, azóta is írok verseket. De általában, szóval általában ez úgy szokott lenni, hogy a KMV-n, akit megjelenik, aztán a középiskó után se hagyja abba azt, ami... Ezekben az első írásokban még olyan lendületek vannak, amik csodálatos dolog, ha az emberből nem vesznek ki később. Tehát ilyenkor az embernek még nagyon friss szeme van dolgokra, és ez nagyon jó. Azt hiszem, hogy az a baj, amikor az ember elkezd művészetek hatása alá kerülni, és nem azt csinálni, amit igazán érez a világról. És szerintem ez azért jó hely, mert itt még az emberekben megvan az őszinte kezdő ember, művészetben kezdő ember világlátása. Miért szeretsz itt lenni a KMV-n, és mi a véleményed a KMV-ről? Hát ingyen van a sör, meg tele vagyunk így beteg arcokkal így körülvéve kint, akkor a hepaj van, hogy azt el nem tudod hinni. Nagyon durva. Így van bőgős, van hegedűs, van beatboxos, meg gitáros. Nagyon fasza. Ez majd meg lesz vágva. Hát nem lett megvágva. A riportban utolsóként megszólaló Nagy Norbert a... kategóriában első helyezést nyert, de azt is tudni kell róla, hogy egyben a vajdasági magyar stand-up comedy egyik sztárja. Március végén szerepelt a vajdasági televízió ilyen témájú műsorában. Norbi már is itt van velünk, türelmesen várja a sorát. Igen, köszönöm. Megint én vagyok az. Majd később. Jó. Előtte, még mielőtt elkezdenéd, bemutatnám másik stúdió vendégünket, ifjabb Virág Gábort, aki szintén versíróként szerepelt a KMV-n, mégpedig 1989-ben második helyezést nyert, és 1990-ben első helyezést. Manapság már teljesen más vizekre vezett, és prózaíróként tevékenykedik. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Erre? Egyébként nézőinknek elmondanám, hogy a... stúdió vendéget személyesen ismerem, és jó ismerősi vagy baráti viszonyban vagyok velük, úgyhogy tegeződni fogunk, remélem, hogy nem veszik zokon. Szóval, akkor hogyan emlékszel vissza ezekre a nagyon-nagyon régi KMV-s évekre? Hát mindenféleképpen a szép évek voltak, és nagyon meghatározóak, ami a jövőt illeti. Itt a riportokban is elhangzottak már, illetve hát láttunk olyan arcokat, akik 10-20 évvel jártak ott, hogy nagyon jó egyrészt a buli is, másrészt jó megismerkedni ott emberekkel, akikkel aztán a később az élete során rendezőként, színházigazgatóként, kultúrszervezőként, de nem csak a művészetek területén, hanem orvosként, mérnökként is találkozhatunk. Úgyhogy mindenféleképpen úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb rendezvény a vajdasági magyarságnak, mert ha kicsit szétnézünk akár az idei évben is, vagy az előző években, akkor láthatjuk a jövő meghatározó egyeniségeit. Például téged. Tehát középiskolásként kezdtél verset írni nagyjából? Hát igen, ott én is megismerkedtem hasonló szőrűekkel, hogy Szilviát idézzem, akik...
szín. Művészettel foglalkoztak, művészetekkel foglalkoztak. Szerintelenül elmondom, hogy előtte egy színészi díjat is kaptam a KMV-n, illetve rendezői díjat is, úgyhogy különböző művészeti ágakban próbálkoztunk. Később jött a versírás, aztán voltak különböző szünetek, újra versírások, illetve, és így eveztem át valahogy a próza mezejére. Még mielőtt áteveztél volna a próza mezejére, voltál egyetemista is, azokban az években a Szimpozion irodalmi folyóiratban közöltél verseket, és aztán már prózát is, ugye? Valóban. És igen. Voltál szerkesztője is az újságnak. Igen, és jártunk a KMV-re, mint Szimpó szerkesztők is, többek között, hogy Szimpó külön díjakat adjunk, illetve mi is odafigyeltünk a, hát főleg prózaírókra, versírókra, kritikusokra, hogy alkotókat szerezzünk a folyóiratnak. Amikor csak lehetett, visszajártunk. Most épp a könyvet nézem, a Sinkovics Ede nevét látom rajta. Ő... Többek között a KMV-n többször buliztunk együtt, különböző performanszokat szerveztünk, és aztán 20 év múlva ismét közös dolgokat hozunk létre. Igen, itt mutatom éppen ezt a Biciklizéseink Török Zolival című kispróza kötetet, amely tavaly jelent meg, és mint említette, Sinkovics Ede rajzai találhatók benne, mindjárt meg is mutatom. Hogyan fogadták a közönség, hogyan fogadta ezt a kötetet? Milyen visszajelzéseket kaptál az olvasóktól? Hát mondhatom, hogy elég nagy sikere van a könyvnek. Nagyon jók a visszhangok, mint a szakma szempontjából, de mint külső területekről, például a kerékpárosok részéről is bizonyos szempontból kultikus könyv lett. Tehát pozitívak a visszajelzések. Verssel kezdtük a KMV-nél, kezdtük azóta, hogy befejeződött a egyetemista időszak, írtál a verset? Előfordult, illetve hát előfordul még most rámon is, de egyre ritkábban. Valahogy a próza az jobban vonz, annak ellenére, hogy többen is konkrétan a biciklizések kapcsán kiemeltik a líraiságát, tehát azért valami megmaradt a múltból is. És most a kezedben tartasz két papírlapot, sikerült előkotorni a Képes Ifjúság archívumából ezeket a régi számokat, amikor megjelentek ezek a versek, amivel a KMV szerepelt. Én most kérem a rendezőt, hogy játssza be ezeket az oldalakat. És arra kérlek egyben, hogy egy verset ezekből a középiskolás műalkotásokból válasz ki, és osszál meg velünk. Műalkotásoknak annyira nem nevezném, talán inkább korai zsengéknek, de azért egy van talán, ami még vállalható. Zabmadár a címe. A vasútállomás helyett a kiürített istállokban aludtunk, szilszál, szalmaszál, szép leányka aludjál, énekeltük, csukamáj olaj ízű nyálunk már a földre csorgott, amikor megjelentek, 119-en voltak, mert csak 119-en maradtunk a fagyhalál után, szilszál, szalmaszál, kislegényke aludjál, énekeltük, 119 ló. Falak izzadni kezdtek, hes a kurva anyátok, ordítottuk, a sámánnőnk félcigány testünken ordított,
patáig temető bogarakat rúgdostak ki herénkből, disznósajtot dobtunk elébük, talán attól megnyugszanak, tanácsolták a vének, de akkor már talizmányaink sem segítettek, hes-hes, a kurva anyátok, ordítottuk, kinyugban rölgő gyermekeinket dobáltuk nekik, de a lovainknak mi kellettünk, a vérünkben éneklő zamadárral, hes, a kurva anyátok, már nem féltünk, amikor sámánünket tépték szét, már énekeltünk, amikor belénk haraptak, már a lelkünket adtuk, amikor a szívünkkel osztoztak, hes, a kurva anyátok, hes-hes, szilszál, szalmaszál, elrepült az abmadár. Vállalhatóak ezek a versek manapság is számunkra? Hát ez részben, itt egy-kettő szörnyűt láttam, úgyhogy nem fogom kitenni a kirakatba, az biztos. Mit csinálsz mostanában? Mit írsz? Mivel készülsz? Mit tervezel? Pillanatnyilag igyekszek nem írni. Most kellett leadnom egy kéziratot egy regénypályázatra, ami... sikerült, mint sikerült, úgyhogy egy kicsit így elegem is lett az írásból és irodalomból, inkább olvasni próbálok, és hát valahogy feltöltődni, és aztán újabb és újabb prózákat, könyveket szülni. Most azt ajánlom, hogy tartsunk egy kis szünetet, engedjük meg Nagy Norbertnek, hogy már az előbb is el akart indulni, biztos nagyon türelmetlen, engedjük meg neki, hogy szórakoztasson bennünket pár percig. Az idei KMV legjobb versírója, különleges produkcióval készült, a stand-up comedy műfajában meséli el nekünk, hogy érezte magát a vetélkedőn. Tiéd a mikrofon. Igen, most már itt vagyok, türelmetlen hülye gyerek. Hát nem először vagyok itt ebben a műsorban, mint fellépő. Az előző műsorból kaptam kritikát is, jót is, rosszat is. A legdurvább az volt, amikor megjegyezték, hogy jó gyerek, hát hagyjad már abba ezt a örökös szállingózást. Hát mondom, ne haragudj, csávó, én metronómmal nyomtam, fönt volt a füles, én kérek elnézést, meg Kis Ádámmal amúgy is kiegyeztünk egy 8-at reciprokban, úgyhogy ne szóljál be. Hát KMV-n vettem ugye részt saját produkcióval, ami ugye meg is nyertem vele a két első helyezést, a diák zsűri és a normális zsűri is rám szavazott, úgyhogy gyakorlatilag ezért vagyok most itt. És hát akkor kezdjük ugye az elejéről, megérkeztünk a tanár úrral, fölmentünk a helyszínre, éreztük a feszültséget az éterben, hogy így éppen az értekező prózákat olvasták fel, hát mindenki feszülten figyelt, az a... Így néztek ki az emberek nagyjából, hát mondom kollégámat, akkor gyerünk már le kicsit a lokálba egy kis bátorságot meríteni, úgyhogy mire én színpadra kerültem, már boldog tulajdonosa voltam két jégernek, meg két sörnek a bőröm alatt. Nem voltam ideges. Szóval vannak azok a fellépők, akik nem isznak eleget. Az a, éppen előttem szerepelt a gyerek, szegényként, hát majd legközelebb iszunk előtte. És én nem féltem. Kiálltam, elmondtam, első hely, ó, szuper, megyünk ünnepelni. Kimentünk oda a térség elé, hoppá, egy szék roppant. Kimentünk a térség elé, hát ott, akikkel megismerkedtem, mindegyik egy külön misét megér. Egyet azért kiemelnék, hát gitáros csávó, erős indián vonásokkal. Énekeltünk, volt ott minden, szóval ahogy azt hallhattuk is. A Vén Európát nyomja gyerek, és így egyszer csak átmegy az egész paródiáján Bushmanba. Szóval úgy kell ezt elképzelni, hogy ezért értsd meg, szeretem őt,
Nagyjából így ebbe torkolott a gyerek. Hát itt jobbnak láttam inkább lepihenni a kollégámnál, úgyhogy pár órás alvás után indultunk a buliba, gondoltam sokan irigykednek a nem nyertek a KMV-n, úgyhogy veszélyesen öltöztem föl, hát bemutatnám a szerelésemet. Fekete öltöny, ilyen indokolatlan halálfejes harmadik generációs szalmakalap, amíg még az Alex barátomnak a déd ükanyjáé volt, meg ugye a napszemüveg elengedhetetlen a sötétben, gyilkos bőrkesztyűvel, mert miért ne? Hát elég sokan meghívtak italozni. Szóval érkeztek ilyen ajánlatok, vagy kérdések, inkább kérdést tettek fel nekem, hogy minek az a fülhallgató a fejeden, hogyha úgyse használod? Hát mondom csuklóval a választ, hogy nálad meg mi van ez a sör, hogyha nem kínálsz meg belőle. Úgyhogy a lány, ahogy ideadta a sört, én ugyanazzal a mozdulattal beleejtettem a telefonom. Hát nem értettem a szituációt, úgyhogy rögtön ráfogtam, hogy ne ejtsed már bele a sörömbe a telefont, illetve fordítva. És hát gyakorlatilag ennyi lettem volna. Beleférjünk az időbe, megint csak. Szuper. Úgyhogy most egy kis reklám következik, ezt én fogom eljátszani. A Bogár Ákos öltözteti, a Bogár Ákost a barátnője vetkőzteti, jobbik esetben, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lettem volna már. Foglalj helyet, bátran. Elmondom a nézőknek, hogy Bogár Ákos, akit említettél, szintén a stand-up comedink egyik fellépője volt, és a barátod egyébként együtt érkeztetek. A KMV-n riporterünknek azt nyilatkoztat, hogy a Slam Poetry művelője vagy, és szeretnéd folytatni ezt a dolgot. Erről részleteket áruljál, kérlek. Hát ez egy kortárs költészet műfaja. Nagy mesterei ennek a kezdett fiai Budapestről, és nagyon szeretném bevezetni ezt itt hazánkban, mert nagyon nagy igény van rá. Facebookon is csoportok meg hát több ezren linkelgetik az e-féle muzsikát, és most azt kell mondjam, hogy van olyan lehetőség, ahogy ezt meg tudjuk itt valósítani. Hol például van már valami konkrét? Hát klubok, kocsmák, ez az amaz, mindenhova be fogják engedni őket, mert lesz nagy közönségük. Remélem, hogy sikerül. Egyébként írsz még valamit te verseken kívül? Hát verseken kívül nem igazán. Ilyen apró kis humoreszkeket így Facebookra esetleg, de más nem igen. Hát meg stand-up comedy szövegeket, ugye? Hát most se készültem. Őszintén csak egy vázlatot, úgyhogy. És egyébként nem olvastad fel a versedet, arra is kértelek, de hát majd legközelebb. Majd legközelebb.
Egyébként mit csinálsz még szabadidődben, amikor nem írsz verset és nem stand-up comedy műsorban szerepelsz? Hát szabadidőmben gitározgatni szoktam, egész nap énekelek, azt kell mondjam, szóval a félmeztelen hülye gyerek az udvaron, így fülessel is. Énekel a kutyának, de hát gyakorlok, mert fogunk csinálni egy ilyen underground hip-hop zenekart, úgyhogy kell majd a hang hozzá. Hogyan látod a jövődet? Mit tervezel? Hát én fényesre tervezem sikálni, mindenféle művészetekkel, így képzelném el nagyjából. Hát valamivel foglalkoznod kell, tehát mi lesz a foglalkozásod, mit szeretnél? Hát majd valamit bizniszelünk. Gábor, hallottad a fellépését Nagy Norbertnek, ez is egyfajta művészi produkció volt, te mint egyfajta befutott művész, hogyan értékelnéd, mit tanácsolnál neki? Hát csak így tovább mindenféleképpen, illetve hát, ami érdekes, hogy a generációk hogyan találkoznak, a kezdet fiait emlegetted, mi pont most tárgyalunk róluk, hogy a Dombos Feszten fellépjenek az irodalmi rendezvényeinken, úgyhogy... Szóval ott leszek az első sorban. Úgyhogy ez is a KMB-nek a... pozitívumát, illetve a hasznosságát bizonyítja. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a stúdióban. Találkozunk még biztosan, hamarosan, és további nagyon sok sikert kívánok nektek minden téren. Köszönöm. Amíg Gábor és Norbert helyet cserél a következő két vendégünkkel, addig nézzünk meg egy összeállítást arról, hogyan szerepeltek az idei KMV beszédművészeti kategóriáinak nyertesei. Imádkoztak is, állítoztak napról napra, hogy adjon nekik az Isten egy gyermeköt, majd egyszer aztán teljesen. Csak az asszony volt otthon, hát a szabad kínűnyen leereszkedett malac. De olyan kislány alakja volt, hát nem volt malac bőve. Tóth Árpád. Hajnali szerelem. Virgat. Szürkül a város rendje piszka. De túl, az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal. Nagy impressionista. Ez is túlna a szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva minden enyhe képkedve. És ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe, a hold, nagy rajszög. Ez a levelem! Lajbásszá íródott, de varogta rá, mert a tintát erre küvelte tőlem az anyjukom, azt el is használta. Na nem az én, mint aki írta volna, hanem hogy a libák nyakát helyezte meg velük, akiket eladni vittük. Retten szép hatványos libát hajtottunk Pecellára, éve a misa. Azt mondták, Pecellá jobb az ára. Oda jobb vagy a haját? Ott is épp az a szedő, aki becs... Thank you.
még majd kevesebbet kínált, mint itt volt. Pozsgai Zsolt, Lizalotta és a Május. Lizalotta magad ugye. Kimész az ajtó elé és csöngetsz, érted? Csöngetsz, én pedig beengedlek. Csak ennyit kérek tőled. Csak ezt! Hogy azzal a mocskos kezeddel nyomd meg azt a kurva csengét, hogy beengedjenek. Ez olyan nehéz! Figyelj, én megtaláltalak, te pedig hálás vagy nekem, rendben? Te a híd alatt alszol mindent, igaz? Na hát, most attól nem kell. Alhatsz itt. Megbízom benned. Te egy koszos csavargó vagy, de én megbízom benned. Üdvözlöm a stúdióban Elo Reménát, az Újvidéki Színház színművésznőjét, és Góli Kornéliát, aki dramaturg és jelenleg szabadúszó. Most mindenek előtt engedjetek meg egy személyes kitérőt. A műsor elején elmondtam, hogy mindenki... vagy jó ismerősök, vagy barátok ülnek a stúdióban, ti mindenképp az utolsó kategóriába, az utóbbi kategóriába tartoztok. Hát most elmondom a nézőknek, hogy mindketten jártatok a Szép Szó táborba, a versenyekre is, számos versenyre külföldön és Vajdaságban, és hát én is ott voltam veletek valamilyen szinten, tehát nagyon örülök, hogy most így találkoztunk, mert elég régóta nem láttuk már egymást. Igen. És most az adatok következnek. 2000-ben Góli Kornélia első helyezett versmondásban, szintén 2000-ben harmadik helyezett Elo Remina versmondásban, és 1998-ban második helyezett Elo Remina versmondásban, a KMV-n természetesen. Tehát itt volt egy átfedés 2000-ben, és ez egy érdekes dolog, hogy hát a versenyek, amikre így együtt jártatok, akkor ez a barátságot mennyire tudta befolyásolni, és mennyire befolyásolta azt, hogy rivalizáltatok is valami szinten egymással. Nem volt az rivalitás. És nem úgy éltem meg. Az volt az érdekes ebben, hogy a fölkészülés alatt, a Krekit Jolgánál voltunk ugye mind a ketten, és folyamatosan fölkészültünk, mondtuk a verseket, végigkövettük egymást. És akkor az már annyira belédivódott a másiknak a versmondása, a verse, az a drukk, ami benne van, és úgy vettük át egymástól ezt az egészet. Valahol mind a ketten tudtuk, hogy mikor kinek megy egy picit jobban, vagy mikor kinek működik jobban a verse, jobban áll neki egy vers, és szerintem az úgy mindig úgy működött, hogy egyszer az Emina volt sikeresebb valamiben, aztán én. És valahogy ez egy, azt így a természet és a világ annyira egyensúlyba tartotta, hogy ebből soha nem volt gondunk, vagy nem volt vitánk. Emina, te sem emlékszel? Nem mondottam, mit mondani akarom. Egy hullám hosszon vagytok. Igen, igen. Szerintem megerősítette a... barátságot, ez a úgymond pozitív rivalizálás, vagy ez a közös szereplés és díjért való futam. Mert mind a ketten akartuk azt, hogy a másiknak is sikere legyen, és tényleg szerintem segítettünk is egymásnak. És szerintem abszolút, és ez nagyon fontos dolog volt, hogy mindig ketten mentünk, tehát hogy nyilván Olga is jött velünk, vagy voltak még, akik jöttek a versenyre, de hogy mi ketten mindig ott voltunk, és akkor az egy jó segítség volt, hogy úgy izgultál a másikért, amíg ő volt kint, és ugyanezt fordítva. Mi tehát, egy plán voltunk, igen. Az egyik csapat, aki jött. Itt a háttérben most láthatunk egy képet,
a videófalon. Oh, ez a Kőműves Kelemen népbaladának a feldolgozása volt. Majd aztán az albumban is megnézzük. Valójában itt az Újvidéki Televízió is készített egy felvételt erről a műsorról. Ez a Szép Szó táborban készült. Melyek azok az előadások, amikre még így egészen szívesen visszaemlékeztek? Azok mert minden Szép Szó táborban, Horgoson, Tótfaluban készítettünk egy ilyen teljes estés előadást. Az az érdekes, hogy nekem főleg a bakik jutnak ezt. Tehát mindegyik előadás valahol ott van, és mindegyikről főleg azt jegyeztem meg, ahol valami krach történt, igen. Például az Él a Magyar. Volt egy versenyszállítás. Mi is történt az Él a Magyarban? Hát ott úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon hatásos összeállítás lesz, ami valahol ugye ezt a hazafias érzelmet így tükrözi, és ami fiatalkorunk ellenére ezt olyan áhí... és annyira szuggesztív erővel tudjuk előadni, hogy ettől mindenkinek mondtuk, hogy készítsék a zsebkendőket, mert olyat fognak látni, amilyet még soha. És hát ebben az történt, hogy a harmadik percben, vagy a másodikban volt egy kis szövegzűr az egyik föllépőnél, ami viszont annyira nevetséges volt, és annyira teljesen abszurd volt az a szövegcsere, amit ő ott véghez vitt, egy nagyon ismert dalban, hogy az... Szabad csak harcos lettem igen, volna. Hogy tényleg úgy döltünk el a röhögéstől. Ja, igen, ugye ritmusilag egy kicsit furcsán hangzott az a szó. Igen. Hát igen, meg ugye értelmében is kicsit másról szólt, de hát ott az egy nagyon csúnya nevetésbe torkollott, és azt én utána szégyeltem is. Kellemetlen volt. Igen. Különös kellemes is emlékezetes, konkrétan a KSZV-vel kapcsolatban. Igen, a KSZV-n is szerepelt. Kapott díjat? Nem, az nagy, ezt én el szeretném mesélni. Most én zsűriztem az idén a KSZV-t, és a zsűriben volt valaki. Aki, tehát aki informált, azt tudni fogja kicsit, de aki akkor is zsűritag volt, amikor mi ott voltunk a Kőműves Kelemennel, és hát ő akkor még ilyen fiatal titánként így nagyon elmondta a véleményét arról a látott produkcióról, és hát volt olyan véleménye volt, aminek nekünk igencsak nem tetszett, és kikértük magunknak, és nagyon fájt, és én ezt most elmondtam neki. Igen, elmondtam neki, hogy emlékszik arra, és akkor így mondta, hogy igen, emlékszek, és hogy mondja, hogy már megbánta, hogy annyira keményen fogalmazott akkor, és most már sokkal gyengédebben fogalmazott. De már később. Már változott. Mondtam, hogy bennem ez mi örökre nyomot fog adni, és mondta, hogy bocsánatot kér, de hát tulajdonképpen az is egy élmény volt, mert együtt voltunk, és valahol egy célért szálltunk arra. Emina hozott egy gyönyörű fényképalbumot, nézzünk bele egy kicsit, ez dokumentálja a múltadat. Anyukám állította így összekülönben, egyszer csak meglepett egy ilyennel, ez a, hogy is neveztük el, a karrier előtti karrieralbum. Nem tudom, hogy mondták, hogy ezt ügyesen majd nézzem itt a kis tévében, itt igen, a kamera alatt, hogy aha. Íme. Na, például ez az Él a Magyar. Igen. Ahol az ominózus hiba történt. Igen. Nem, ez igen. Ez szintén a Kőműves. Kőműves Kelemen. Így van. A Macskák könyve, ennek a plakátja, mellette a képek a táborból. Az Adrian múlt. És ott láthatjuk Pálfi Ervint az előtérben, aki szintén híres színész lett. Ez már a Macskák. Nem tudom, felismered-e magadat például, de majd lesz olyan kép is. Hát igen, elég furcsa voltam. Ez a Ha egyszer hadszúr dübegurul.
ezt is hogy szeret. Humuszpácis próbái igen, alatt. Igen, igen. Jó, hát ez egy újságcikk, ezt gyorsan átlapozom, mert oda akarok lapozni, ahol a Krisztát is láthatjuk, ha már így itt. Ez az a kép. Ah, oh, hát éppen nem láttuk rólad. De nem én vagyok fontos. Ezt így akartad volna. Szerény vagyok, és ti vagytok a fontosak. Térjünk még vissza egy kicsit a KMV-re. Mind a kettőtöknek van manapság is köze a KMV. Ez Nelly most említette, hogy zsűrizett a KSZV-n, amely hát a KMV-nek a része. Emina, te is zsűriztél már a beszédművészeti vetélkedőnek a műfajában. Sőt, úgy volt, hogy idén is zsűrizni fogok, majd nem zsűriztem. Nem értél. De aztán elfoglaltságaim miatt nem tudtam elmenni. Tehát valamilyen szinten manapság is van közöttök hozzá, de annak idején, amikor még középiskolások voltatok és versenyeztetek, mi az, ami úgy megmaradt? Tehát valamilyen kis emlék, ami még úgy ma is él bennetek, van ilyen a KMV-ről? Az a fajta szívdobogás és lábzsibbadás, azt gondolom, az még a mai napig is előfordul, ha például verset kell mondanom, ez manapság ritka dolog, de azt szerintem soha nem fogom elfelejteni, vagy kitörölni, vagy nem fog igazán átalakulni. Milyen az, hogy egyedül lenni a színpadon egy szál verssel. Ez egy ilyen erős, na most így konkrétan az, hogy hol hogyan fogadtak minket, vagy hogyan zajlott a verseny, vagy ezek így nem maradtak meg külön-külön. Uh-huh. Egy ilyen nagy közös élményi olvadt össze ez az egész versmondás dolog, és nagyon örülök, hogy úgy alakult az életem, a gyerekkorom, hogy én ezt csináltam, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy most milyen ember vagyok, és milyen szinten tudtam az anyanyelvemet például megőrizni, beszélni, milyen embereket ismertem meg, ők milyen irányba terelték az én érdeklődésemet, kreativitásomat. Egyébként a versmondói mi voltad, az valami módon azért negatívan is hatott a színészi karrieredre, hiszen szokták mondani, hogy a versmondóknak van egy ilyen kiállása, amit a színészek elővetkezzen. Igen, igen, ezt én is kaptam ilyen kritikát. Hát aztán remélem, hogy sikerült kivetkőznem ebből a versmondói mi voltamból. De például néha nagyon jó... Kaptunk házi feladatként, hogy egy éjszaka alatt tanuljunk meg egy verset, és történetesen én azt ismertem, és már tudtam, és akkor egy kicsit ellensége is lettem a többi osztálytársamnak, mert én voltam a stréber. Igen, igen, igen. Nelly, KMV-s emléket? Hát nekem a KMV-ben az a nagyon szép, gondolom, hogy ez még most is úgy van, de amikor mi voltunk KMV-sek, akkor nekem az volt szép, hogy most is, hogyha végignézett, hogy Palics, Szabadka, Újvidék, Törökbecse, Horgos, Zenta, Feketics, mindenhonnan volt valaki ebből a csapatból. És akkor tulajdonképpen arról szólt a dolog, hogy mindenki borzasztóan gyúrt az előselejtezőre, ugye az adott településen belül, hogy ott eljusson a KMV-re, hogy akkor ott aztán a nagy banda, ami bandánk, az együtt legyen, és nekem az...
várakozás is egy gyönyörű dolog volt, amikor így ment a telefon, ugye nem volt SMS, mobiltelefon, stb. Ott van a kis vonalas telefonon, akkor neked sikerült? Igen, sikerült, akkor ott leszünk, és akkor jaj, remélem egy helyen fogunk aludni, és akkor próbáljuk meg valahogy elintézni, tehát hogy ennek az élménye, a közösségi létnek ez az élménye, és megint csak az az egymásért való izgulás, és nem az volt a fontos, hogy akkor most éppen ki lesz első, ki lesz harmadik, vagy bármi, hanem az, hogy ott voltunk együtt, és hogy valahol mindannyian, akik ehhez a csapathoz tartottunk, tudtunk nyújtani egy olyan színvonalat, hogy már a legjobbak között adott pillanatban ott lettünk, ami szerintem nem egy beképzelt megnyújtás, tehát tényleg ez őszintén tény. Azt gondolom, hogy ez akkor nagyon fontos volt, tehát ezért sokat kellett dolgozni. És ez egy presztízs kérdés volt, hogyha valaki a KMV-n nem csak hogy eljutott, hanem még helyezést is nyert. Igen, nem? Igen, szerintem manapság is. Azzal úgy lehetett. Azért. Lehetett vele dicsekedni. Igen. Most szóljunk egy kicsit a jelenről is. Mert így tudunk beszélni, hogy a mi időnkben. Igen, annak idején. Hát végül is mikor volt ez? 13-4 éve. Mm-hmm. Ez rengeteg. Emina, mondtad nekem még a stúdióba jöveteled előtt, hogy próbáról jössz és próbára mész. Tehát ez a műsorban... És ez ilyen kétközi állapot. Hát, mivel készültök éppen? Tudtam, hogy ki fogsz térni a színházra, egy kis reklám. Mezei Kingával dolgozunk, egy Lázár Ervin szöveget kaptunk a szánkba, kezünkbe. Berzsian és Dideki a címe a mesének, amit egy ilyen, hát alakítgatunk, egy ilyen talán felnőtteknek szóló fabulává. De nem akarom meghatározni, hogy mifelé tartunk, keresgélünk, megy a munka. Mikor is lesz a bemutató? 20-21. 20-án van a szakmai bemutató, 21-én bemutató. Úgyhogy szeretném, hogyha minél többen jönnétek, kedves leendő kollégák és kolléginák, KMV-sek és KSV-sek. Jó, ez itt a reklám helyének a vége. Nelly, te mondtad, hogy szabadúszó vagy. Igen, erről némi részletet esetleg. Most az jutott eszembe, hogy az az érdekes, hogy nekem a legutóbbi munkám pedig Mezei Kingával volt, hogyha már annyira reklámozzuk őt. Tehát, hogy... színházban, ő vele dolgoztam, most pedig szabadúszó vagyok, és ezt nagyon élvezem, és azt gondolom, hogy nem fogok eltávolodni a színháztól, csak jelen pillanatban ilyen intézményen kívül próbálok valahogy így érvényesülni, ha lehet. És végezetül még így arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok összefoglalni, hogy mi az, amit úgy üzenetként továbbítanátok a mostani középiskolásoknak, fiataloknak, akik beszédművészettel foglalkoznak. Mi az, zsűriztetek is sokszor, tehát akár szakmai jellegű üzenet is lehet ez, akár valamilyen teljesen más jellegű. Hajrá! Tulajdonképpen ez a hajrá, igen. Tehát hogy az, hogy a kudarc az csak egy pillanatnyi állapot, ami akkor nagyon le tudja sújtani az embert, de igazából valahol az kéne, hogy tovább rugdossa. Tehát, hogy ezt úgy kell a kudarcot megélni, hogy átalakítsa felé, hogy rugdossa tovább és tovább. Nekünk is volt számtalan, nem csak arról szólt, hogy... Tehát szerintem többször voltunk a KMV, mint amennyi, ugye több alkalommal, csak nem sikerült mindig nyilván, de hogy... Előbbre kell, hogy vigyen, ha tudom, hogy mit szeretnék. Tehát, hogyha van egy célom, ami felé szeretnék haladni, én ezt kívánom a KMV-seknek, a fiataloknak, mindannyiuknak, hogy cél.
Tehát, hogy tűzzenek ki egy célt, és akkor afelé tűzön vizen. Én ezt így közhelyként szokták mondani, hogy a tehetség az egy kis része a sikernek, a nagyobbik része a szorgalom és a munka. Ugye mégis közhely, de igaz. Én azért mégis a színház, a beszédművészet, az irodalom, és egyáltalán a művészetek felé szeretném terelni a figyelmet, hogy jó, hogyha ott van az ember ke életében ez a vonal is, hogy ne felejtődjönnek el dolgok. Tehát olvasni. Igen. Színházba járni. Nem akarok ilyen durva lenni. Hát ez magyarán. De igen. Fontos a művelődés, a műveltség, az olvasás, az érdeklődés. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és nagyon-nagyon sok sikert minden téren, amit csak akartok, valósuljon meg. Köszönöm. Újra a stúdió vendégcsere következik, közben pedig nézzük meg ezt a nem mindennapi riportot. Büszkén mondhatom, hogy sikerült elhívni a Tanyáról Újvidékre egy kávéra Csiga Józsit, a KMV emblematikus figuráját. Nézzük meg, hogyan vélekedik Józsi az idei vetélkedőről, a nagyvárosról és sok minden másról. A riportban részleteket láthatnak Kovács Ákos Csiga Józsi filmjeiből és Ördög... Szádin Motion, illetve Újvidék mozgásban című kisfilmjéből. Csiga Jóskának hínak, József, Joci, anyám Marinak szokott néha nevezni, de különben József van a kivonatomba beleírva. Versköltő vagyok, nekem mindenem a vers. Nos, akkor arra kérlek, hogy tedd fel a mikrofont. Örülök, hogy jöttél. Én is örülök. Jól utaztál? Nagyon jól utaztam. Csak nagyon reggel, korán kellett kelnem. Tényleg? Hát korán messze van Újvidék azért. Traktorral jöttél? Nem, a traktorra. Nem lehet traktorra ilyen messzire jönni. Busszal jött. A Becseri Prévózzal jöttem. És nem volt így furcsa, hogy így városba jössz faluról, vagy szoktál néha jönni városba? Hát itten még nem voltam sose. De mondjuk bent a faluba voltam már, Tanyáról oda beszoktam menni, de itten még nem voltam, ez jó nagy ez. Mit csinálsz, hogy piacra jársz, vagy bevásárolni? Hát messze van a bút is, oda is be kell menni, mit tudom én, be kell fizetni a, mit tudom én, kábel tévét is néha, meg most nem olyan régóta van ez a, megvettük apámmal ezt, az internetet, azt is, hát meg így kenyéré, meg így be kell jönni. Jó, és édesapám... ...hozzá, hogy most eljöttél Újvidékre, nem félt? Hát jó gyerek a Józsi, nincs benne semmi hiba se. Csak az az egy nagy hibája van, hogy a munkát nem nagyon szereti. Ez a baj csak. Jó, és édesapád mit szól hozzá, hogy most eljöttél Újvidékre, nem félt?
Hát mert nem, mondod, először jöttél. Amikor elmentem a KMV-re, akkor nem mondtam neki, hogy még oda. Akkor, amikor hazaértem, akkor volt otthon minden. Úgyhogy most mondtam neki, hogy majd csak estére gyűlök. Nem örült neki, mert most így neki nagyon sokat kell dolgozni, de annyira most már nem haragszik ő sem, mert lássa, hogy azt csinálom, amit szeretik. Ez nagyon fontos. Hát én is ezt mondtam neki. Mm. És milyen itt neked most a városban? Körülnéztél, egy kicsit sétáltál? Hú, hát nagyon sok az autó, meg hát nem is tudom, hogy kerültem ide. Mert hát messze van ez. Ez szerintem messze van, mint a tanya a falutól. Szerintem ez messze van. Igen. Meg olyan nagy minden, ezek a magas épületek is, meg szirénázik az autó, meg olyan, mint a filmekben. Uh-huh. Szoktál nézni filmeket? Milyen filmeket szeretsz? Hát szoktam nézni, ami én a tévében, mit szeretem ezt. A verekedős filmeket, a karatésokat, ez a hogy hívják? Jackie Chan. Mikor voltál te először a KMV-n? Hány éve? Én tavaly voltam először a KMV-n, mert akkor jöttek el én hozzám a filmesek, akkor mondták, hogy el lehet menni, és akkor volt vasárnap reggel, bementem, fölmentem a színpadra, és akkor ott el akartam mondani egy pár verset, akkor ott volt valami ember, mondta ott, nem tudom, valami verset, az anyjáról. Mondta, Kovács Frigyes volt a színművész, ugye? A szabadkai színművész? Nem igen, ő volt? Ő volt. Lehet, hogy ő volt. Uh-huh. Hát jó van, ő biztos, hogy el tudja mondani ezeket a verseket, de amiket én írok, azokat szeretem én elmondani. Hát, így. Ez volt tavaly, ugye? Ez volt tavaly, és igen. Az idén is ott voltál a KMV-n. Az most idén is mentél, ott voltam. Most is föllépni mentél. Hát volt ez az önálló estem. Jó van, kicsit elkéstem, de azzal nem volt semmi baj. Hát elmondtam, amiket mostanában írogattam. Írtam verset, most már nem csak apámról, hanem anyámról is. Azt felolvastam. Aztán hazamentem, elolvastam neki is, hogy ne ide semmi se váratlanul. Megírtam egy kislánról is verset. Szerelmes verset? Ha olyas valami szerelmes. Szerelmes verset. Vagy? Ha, nem vagyok szerelmes. Ja, nem. Nem. Mindjárt. Az elejében van a füzetnek. Tojás, ez a címe, a tojás. A tojás szeretem sűve, főve, de kicsit hasmenésem lett tülle. Megszenvedtem nagyon, fájt a hasam nagyon, anyám majdnem ütött agyon. Hát azóta már nagyon sok verset írtam, ettől sokkal jobbakat is. De attól én még ezt nagyon szeretem. A tojás.
Ti mit szólsz ez a nagy népszerűséghez az interneten, és mondtad, hogy van most már interneted, hogy láttad biztos, hogy ilyen filmek készültek rólad, meg hát ugye tudod is, meg hogy az idén a KMV-n a diákzsűri a te arcodat viselte a pólóján, tehát ez elég hirtelen jött ez a népszerűség, nem? Hát hirtelen gyűjt, de annyira nem rossz ez. Én szeretem. Szeretem, hogy fölismernek az utcán is, meg hát a legjobb az, tényleg a legjobb az, hogy anyám most már teljesen másmilyen szemben néz rám. Ez nekem nagyon jó. Fölnőttél a szemében? Fölnőttem a szemében nagyon. Verseket írsz-e mostanában? Írok. Mit írtál mostanában? Állandóan írok verseket. Hát majd máma gondoltam, ha hazamik, akkor leírom ezt a mai napomat egy versbe. Ezt a... Lehet az lesz a címe, hogy Novi Szád. Nem tudom, hát majd az autókrú írok, meg hogy milyen nagy ez, meg hogy mennyit kell menni, gyalog. Üzennél a fiataloknak, akik szeretnének. Híresek lenni, és érvényesülni, és a KMV-n részt venni, és verseket írni, és a többi. Hát én csak azt tudnám nekik mondani, hogy írjonak minél több, nem csak verset, írjonak mindenfélét, azért, mert tényleg szerintem az ott egy nagyon jó dolog, ami ottan történik, és az lenne a legjobb, hogyha minél többen mennének. Mondjuk egy ötszű ennyien, mint most. Az jó volna. Az nagyon jó volna. Én is jobban érezném magamat. Hát meg ők is fejlődnek, hogyha elmennek. Megismerkednek egymással. Megosszák egymással az írásaikat. Köszönöm szépen. Remélem, hogy akkor jól érezted te is magad Újvidéken, és majd írsz egy Novi Szád verset. Írok majd egyet. Hát nagyon szívesen. Úgy illik, hogy azért fölfedjük, hogy a Csiga Józsi a szerep természetesen, és az őt megformáló tehetséges színi növendék Virág György, aki az Újvidéki Színi Akadémia hallgatója. Üdvözlöm a stúdióban Nyári Antalt, televíziós kollégámat, műsorszerkesztő, újságíró, hosszú tévés pályafutása van, és Szilágyi Miklóst, a KMV szervezőjét. Mindketten KMV-sek voltak középiskolásként. A Nyári Antal 1971-ben első helyezést nyert humoreszk kategóriában, 73-ban második helyezést nyert novellával, 72-ben harmadik helyezést szintén humoreszkkel. Szilágyi Miklós is csupa ellentmondás, mert manapság egy komoly jogász, és ahhoz képest annak idején a KMV novellát írt, műfordítást és még filmezett is.
Tehát kezdjük Antallal. Valójában ez a humoreszk dolog, ez azért érdekes, mert egész pályafutásod során komoly riportokat készítettél, amikor a műsorokban megjelentél, akkor is teljesen komoly voltál, és ahhoz képest ez a humoreszk múlt, ez így nem illik a képbe. Mi történt közben? Valójában egy véletlenszerű eseményről van szó, illetve volt szó, hogy maga a Folt elnevezésű novella, amivel a magyar tanárnőm elküldött annak idején a negyedik. Egy órán, egy latin órán született, ahol annyira unatkoztam, hogy az olajosra festett falon fölfedeztem egy foltot, és úgymond azzal folytattam pár beszédet. Szerintem a téma eredetisége megközelítése volt humoros, és ennél fogva, hiszen mai szemmel úgy látom, kaptam annak idején meg ezért az első díjat. Második évben, 72-ben szintén humoreszkel pályáztam inercióból, mert elvárta a tanárnő, elvárta az osztály, de az már egy kicsit erőltetettebb formájú sikeredett, és ennél fogva harmadik díjas lettem. Viszont már el sem tudtam képzelni, hogy mikor negyedikes voltam, hogy harmadízben ne menjünk el szintén a vetélkedőre, mert addig kialakult egy hatalmas baráti kör, akik egy részével a mai napig is tartom a kapcsolatot. Például? Abból az időből. Azután együtt laktunk, mondjuk szobatársam Tari Pista volt és Sziveri János, akikkel gyakorlatilag ezen a vetélkedőn jöttünk össze. Ilyen jellegűen húzódik az ismerettségünk máig is. Viszont mondom, teljesen véletlenszerűen jutottam el, mert nálunk én természettudományi matematikai gimnáziumban jártam Nagybecskereken, és hát vándor magyar tanáraink voltak. Ez olyan értelemben mondom, hogy nem volt sohasem állandó munkaviszonyban tanár, hol egy gimnáziumból hoztak, hol egy szakközépiskolából, és akkor ilyen jellegűen foglalkoztak velünk, hogy hát ameddig ott vannak, valahogy töltsük is el az órát, szó szerint. És egy ilyen fölolvas órán az előző napokban született humoreszket prezentáltam, és akkor a tanárnő megkérdezte, hogy tudok-e a KMV-ről, akkor még jugoszláviai magyar középiskolás vetélkedő volt. Igazán ott a szorványban keveset tudtunk erről. Bejelentett, egyedül utaztam le, tanári kísérlet nélkül vonat. Ott egy-két napig, mivel ott ragadtam, lévén, hogy díjazott lettem. Ez is egy kis fura szituáció volt, mert ugye mobilabb az időben nem igen volt. Nekünk otthon a családi házban vonalas telefon se, úgyhogy a postáig futottam el örömömben, és akkor annyit üzentem anyáméknak, hogy első lettem, maradok. Abban az időben is ilyen tömeges volt a KMV. Vissza tudsz erre emlékezni? A KMV tömeges volt, és ez engem személy szerint akkor meglepett, és igen tartalmas kerekasztal viták voltak, sőt a társasest folyamán is.
rendeltetésszerűen úgymond az irodalomról, a műfajokról beszélgettünk. Emlékszem abban az időben, amíg söröztünk, meg zenét hallgattunk, mert azért része volt. Azt elemezgettük, hogy melyik műfajban legnehezebb is szerepelni, jól szerepelni, és akkor sokan egyetértettek abban, hogy valójában jó humoreszket nehéz megírni, hogy máshol talán egy kicsit lazább a vers vagy a novella. Ez így van, a humor műfaja mindig a legnehezebb. Igen, mert mindig valami erőltetés is belecsúszik, ha akarva kész, vagy akaratlanul, de és akkora hatása volt most a tömegességnek, hogy első évben ugye egyedül mentem, második évben már az osztályból társultak hozzám, harmadik évben pedig egész tömegesen mentünk, csak a mi osztályunkból. Ugyanakkor a KMV-nek köszönhetően a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődés Egyesületben megindítottuk a Kultúrtribünt, és ugyanakkor egy iskolalapot is indítottunk, amely a magyar oldalaknak, hát jó magam voltam a szerkesztő. Ugorjunk most egyet a jelenbe. Itt van Szilágyi Miklós, ugye, mint bejelentettem, hogy a KMV szervezője. Általában a politikai kampánynak a végén szokták azt kérdezni a nagy politikusoktól, hogy kifáradt-e a nagy... Te nem vagy politikus, de azért szerintem a KMV szervezése sem egy napig tartott, fölért egy nehéz politikai kampánnyal. Kifáradtál? Így van, hát most már jó vagyunk, mink szervezők is, hát tudni kell róla, hogy hát 9-től 6 hónappal előtte kezdjük el szervezni a KMV-t, ugyanis elég idő kell, hogy egyrészt kiírjuk a pályázatot, másrészt pedig nagyon fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot, ezért el szoktunk menni az iskolákba, ahol a diákokkal tudunk egy kontaktust létesíteni, és ugyanígy, ami talán még fontosabb, a tanárokkal, mert hát a magyar tanárok nélkül KMV se lenne, ugyanis szükséges az, hogy a tanár is magáinak érezze a KMV-t, és hogy segítse mindenben a diákot, hogy tovább jutass. Részese lehessen egy olyan vetélkedőnek, ami azt hiszem minden középiskolás életében nagyon sokat jelent. Mint említettem, te is KMV-ztél annak idején, és nagyon érdekesek ezek a párhuzamok, hogy ki milyen kategóriában nyert, és aztán mi lett belőle. Most csak egy példát mondanék, Krizsán Szilvia annak idején plakátot rajzolt, és most pedig színművésznő lett. Igen. És itt van például Nyári Antallal kapcsolatban az érdekes, hogy ő humoreszből lett újságíró, ezt már említettük, de ő közben még tengerésztiszt is akart lenni, ez egy nagyon érdekes momentum, és aztán végül újságíró lett. Te viszont hát jogász lettél, jogi egyetemet végeztél, és filmeztél, műfordító voltál, novellát írtál. Ezek a vonalak, amik akkor megindultak, ezek valahol most benne jelen vannak-e? Tehát a jelenlegi munkádban érzed-e azt, hogy ezek valahogy gyümölcsöztek? Hát a műfordítás, éppként gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi maradt én bennem, ugye én most a másik oldalán állok, tehát szervezem és végignézem a KMV-t, viszont a műfordítás
Érdekes, hogy ez egyrészt megmaradt, mert fordítói vizsgát is tettem szerbről magyarra, úgyhogy úgy látszik, hogy ez még azért bennem maradt. Hát sajnos a művészetre, mint olyanra már annyira nem jut időm, viszont nagyon élvezem, hogy végignézhetem a KMV-ket, megnézhetem azt, hogy a mostani diákok hogy gondolkodnak. Vannak fönt a honlapunkon régebbi munkák is, és azokat is szeretem összevetni, hogy vajon mennyiben különbözik a mi gondolkodásunk a mostani diákokétől, és ez roppant érdekes. Azt még említsük még meg, hogy nagyon tömeges volt az idei KMV, és hogy valójában évről évre arról nyilatkozol, amint hogy követhetjük a médiában, hogy egyre csak rekordok dőltek, és minden évben újabb rekordok dőlnek. Az idén milyen számadatokról tudsz beszámolni? Hát az, ami hihetetlen meglepő volt, az a képzőművészeti pályázatunk volt, ahol 390 alkotás érkezett. Én azt gondolom, hogy ez valami tényleg hihetetlen. A zsűrinek, szegénynek nagyon sok munkát adtunk. Ugyanezt történt meg a műfordításban, épp a szerb-magyar vonalon, ahol 54-en pályáztak munkával, és ami viszont a leg élménydúsabb volt mondjuk a KSZV, a Szín és Filmművészeti Vetélkedő Zentán, ahol idén 9 előadás volt az előző éveknek a 3-4 előadásához képest, és csaknem 17 film, úgyhogy alig fértünk bele az egy napba, attól függetlenül, hogy nagyon korán kezdtünk, és hát valamikor 12:30 volt az eredményhirdetés. Én azt gondolom, hogy ez nem az idei év gyümölcse. Ez az a 6 év, amit mink szerveztünk, fiatal csapat. Azt gondolom, hogy beírt a csapat is, és beírt a munkánk is. Idén mindenfajta médiumban megjelentünk, a tévében is, rádióban is. Nagyon fontos. Facebook is ilyen szempontból, úgyhogy azt gondolom, hogy mindig tudnunk kell majd alkalmazkodni, és a következő szervezőknek is tudni kell majd az adott szituációkhoz és az adott körhöz majd alkalmazkodniuk, mert valahogy mindig el kell jusson a KMV a fiatalokhoz. Sajnos be kell fejeznünk a beszélgetést, mert 9 óra van. Egy fél perc. Igen, tessék. Kitartan tengerésztisztet akarsz csinálni, belőle a napokban rendeztisztet. Ja, én ma kényszakarva azért nem jöttem fehér öltönybe váltó, úgy képzelsz el. Repülő, igen. Kék egyenruha repülős tiszt. Igen, repülős tiszt. Akkor most ez lesz a végszó, nagyon jó végszó lesz szerintem. Hadd mondjam még el, hogy szép idő van Újvidéken, aki teheti, a most következő művelődési műsorunk után sétáljon egyet a városközpontban, főleg mert már elkezdődött, vagy ezekben a percekben kezdődik a híres Pannon tengeri hajós György Balasevics koncertje. Sőt, mi több, a Beta hírei szerint pont ma van a Szuperhold napja, vagyis az egész évben ezen az estén van a hold a legközelebb a bolygónkhoz, ezért most látszik a legnagyobbnak és a legfényesebbnek. Holdfényes szép estét kívánok, viszontlátásra!